Köszöntök minden kedves nézőt, én Dani vagyok, és ez most itt egy újabb, különleges videó, ugyanis ahogy a címben láthatjátok, ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy miért Fernando Alonso a legjobb Forma 1-es versenyző, még mielőtt elkezdenétek verni a billentyűzetet, hogy én mennyire elfogult vagyok. El szeretném mondani, hogy én amúgy Vettel rajongó vagyok, szóval nagyon nem kéne ezt a videót elkészítenem, de ez nem titok. Róla is csináltam már egy-két ilyen elemző videót, amiben kiemeltem a karrierjének a legszebb pontjait, és igaz, talán kicsit egy elfogultabb irányból közelítettem meg a dolgot, de mindenképpen bebizonyította, hogy mekkora világklasszisról is van szó. Ugyanezt meg szeretném csinálni Fernando Alonsoval is, mert neki is bizony voltak elég komoly teljesítményei a karrier folyamán. De nem csak róluk szeretnék ilyen videót csinálni, hanem több legendáról is, gondolok itt akár Lewis Hamiltonra, Max Verstappenre, Schumacherre, Kimi Räikkönenre, és mindegyik videót egy ilyen kérdésként címezném. Szóval, ha nektek van egy kedvenc versenyzőtök, akkor kommentben meg is ragadhatjátok a lehetőséget, hogy leírjátok, miért szurkoltok neki, és mik azok a kulcsmomentumok a karrierében, amik igazán kiemelték őket a szemetekben. Viszont nem húznám tovább a szót ezzel az intróval, ebben a videóban Alonsoról lesz szó, és nézzük meg, ugyanis természetesen onboardokat és visszajátszásokat is bevágok, és kicsit hallgassatok meg, hogy miért gondolom őt akkora legendának és világklasszisnak. Kezdjük is Alonsónak a karrierjének a legelén. Ugye a Minardival debütált, amelyik a legrosszabb csapat volt gyakorlatilag a Forma 1-ben, és ő még azzal is képes volt pontot szerezni. Ez kapásból egy igen szép teljesítmény. Sok pilótának vannak ilyen teljesítményei, szóval a kezdeti években nem is szeretném elhúzni a szót. Menjünk igazán rá a klasszis teljesítményekre. Schumacher abban az időben 2000 és 2004 között 5 világbajnoki címet nyert, és 2005-ben Fernando Alonso volt az, aki megállította a Ferrari és a Schumacher duó menetelését, legfiatalabb valaha volt Forma 1-es világbajnokként, és aztán 2006-ban a legfiatalabb F1-es kétszeres világbajnokként, és amúgy legfiatalabb futamgyőztesként, többszörös futamgyőztesként. Minden olyan statisztika, ami most Vettel és Verstappen neve mellé került, meg később, de azért kicsit korábban Hamilton neve mellé, az abban az időben Alonso neve mellett szerepelt, és ez igazán különleges volt. Az első nagyon emlékezetes verseny, ami nekem a fejembe ugrik, és a legtöbb Alonso szurkolónak akár top 1 lehet, az Imola, amikor gyakorlatilag a teljes versenyen keresztül védekezett Michael Schumacher ellen. Ami nem biztos, hogy akkora teljesítménynek tűnhet, mivel azon a pályán igen nehéz előzni, főleg, hogy azokban az autókban nem volt sem KERS, sem DRS, és nem volt ilyen erős a szélárnyék hatása sem. De azt ne felejtsük el, hogy Imola az egy olasz versenypálya, a Ferrari hazai szurkolói előtt védekezett ilyen teljesítménnyel, egy sokkal tapasztaltabb, 7-szeres világbajnok ellen, egy teljes futamon keresztül. Nem hibázhatott, nem tehetett meg egy olyat, mint amit például Vettel megtett Kanadában, mert arra Schumacher egyből lecsapott róla. Az autója olyan széles volt, amilyen széles csak lehetett, és olykor letért a versenyívről, belsívre kellett mennie keményen védekezni, és egy fékpontot sem vétett el, és én ezt, még ha csak szimulátor versenyzőként is, de tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Főleg amikor egy olyan agresszív, sikerre éhes, nagyon tapasztalt és amúgy sikeres Schumacher van mögötted a tifózi előtt, az egy igen szép teljesítmény, még ha hajlandóak is vagyunk lebecsülni, de azért nem véletlenül annyira izgalmas az a futam, míg előzés nem is történt a végén. Aztán 2005-öt, 2006-ot megnyerte, és 2007-ben mindössze egy ponton múlt a bajnoki cím. 2007-ben, igaz, sokan állítjátok, hogy legyőzte őt Hamilton, ez nem igaz, mert a pontegyenlőség nem legyőzés, de azért írják sokan, hogy legyőzte, mert Hamilton újonc volt, és ha egy újonc pontegyenlőségben van egy tapasztalt pilótával, az gyakorlatilag már legyőzéssel egyenlő. Én megmondom őszintén, Hamilton amúgy jobban kedvelem, mint Alonsót, én valahogy sosem voltam annyira Alonso rajongó, a személyisége nem annyira fog meg, de a teljesítménye megkérdőjelezhetetlen. Hamiltont jobban kedvelőként is elismerem,
hogy hát szerintem Ron Dennis azért eléggé hajlott az ifjú nevelte felé, és Alonsónak nem egyenlő feltételeket biztosított a McLaren, és nagyon-nagyon rossz lehet ilyen körülpolitizált környezetben, és ekkora szembeszéllel szemben versenyezni, nem véletlenül hagyta el azt a csapatot, ami amúgy teljesen világosan egy bajnok esélyes csapat volt, gyakorlatilag elmenekült, de nem hiszem, hogy Hamiltontól félve. De menjünk egy évvel vissza, 2006, a magyarországi hétvége. Sok rajongója azt mondja, hogy az az egyik, ha nem a legjobb teljesítménye, úgyhogy be se fejezte a versenyt, mert a motorja megadta magát. A 15. helyről rajtolva az esőben feljött a 2. helyre, és Schumacherrel harcolt a vezető helyért, aztán viszont kiesett a versenyből, de az is megmutatja, hogy ő nem csak szárazon volt gyors, nem csak a legjobb autóban volt gyors a legjobb rajthelyről, hanem nagyon sok teljesítmény fűződik a neve mellé, amire akár még egy nem Alonso szurkoló is emlékez, mert annyira emlékezetes. Hogy az eső menőségét még jobban kiemeljen Fernando Alonsónak, ugorjunk néhány évvel közelebb a jelenhez. 2012 német időmérő. Ez sem tűnik fel talán a legtöbb embernek, pedig a futamot aztán a következő nap meg is nyerte, de azért azt szerintem minden szurkoló látja, hogy a Ferrari bizony esőben sosem volt egy nagy menő az elmúlt 10 év folyamán. Gyakorlatilag Vettel is, Alonso is legtöbbször, amikor leesik az eső vagy a versenyen, vagy az időmérőkön szenvednek és a középmezőnybe tudják mindössze kvalifikálni magukat, és nem azért, mert bármelyikük rosszabb pilóta lenne, hanem azért, mert egyszerűen a Ferrari-nak nincsen meg az a mechanikus tapadás elsőben, ami mondjuk mindig megvolt a Red Bullnak és a Mercedesnek. Vettelt sosem láttuk esőbe Ferrari-nál polt szerezni, futamot se nyerni, látjuk mi történt vele Hockenheimben is, bár az inkább egy pilóta hiba volt, mert a lassabb autó még nem jelenti azt, hogy ütközni kell, de láttuk, hogy például csak úgy, mint most Verstappen, a Red Bullnál ő is remekelt. Hamilton meg mindig úgy jó volt esőben, de úgy mindig olyan jó esőmenő alakulatoknál volt, ez szerintem egyet kell ezzel értenünk. 2012-ben viszont egy olyan Ferrari-val, amivel Massa gyakorlatilag a Q2-be éppen hogy bejutott, azt hiszem, de a Q3-ban nem jutott be, nyerte meg az időmérőt és került pole pozícióban a német nagydíjon, ami egy sokkal nagyobb teljesítmény, mint aminek csak tűnik. Egy időmérő, egyetlen egy nap, egyetlen egy gyors környi pillanat, de mégis többet mond talán minden szónál. Aztán ott van 2012 Brazília. Nagyon-nagyon kevés esélye volt a címre, és szinte tökéletesen teljesítette a futamot. A Ferrari-nak nem voltak a legjobb stratégiai húzásai, de Alonso már a rajtnál nagyon sok pozíciót nyert a szokásos, nagyon okos helyezkedésével. A rajtukról kicsit később még bővebben fogok beszélni, hogy miért annyira zseniálisak. Aztán esőben, slick gumikon, amikor felúszott az autója a 3-as kanyarban, talán az évtized egyik legnagyobb mentését mutatta be, és tökéletesen csatázott, hiba nélkül, ameddig csatázni lehet azzal a Ferrari-val, úgyhogy Massánál végig akár másodpercekkel gyorsabb köröket autózott a hazai közönség előtt, mármint Massa hazai közönség előtt. Ez is szerintem megmutatja, hogy mennyire nagy küzdő volt, és mennyi milyen közel került a címhez. Az oké, hogy 2005-2006-ban megnyerte, legyőzte Schumacher, és legyőzte a többi riválist is, de 2007-ben is mindössze 1 pontra volt, 2010-ben 4 pontra volt, 2012-ben 2 pontra volt. Alonso nagyon-nagyon könnyen 5-szörös bajnok is lehetne, és tudjuk, hogy a sportban nincsen ha, de talán akkor sokkal jobban megértenénk az Alonso szurkolókat, és sokkal relevánsabb lenne ez a videó, ha ő valóban ennyiszer nyert volna a bajnoki címet, és talán meg is érdemelni mindenkinél jobban. És miért? Beszéljünk például a rajtokról. Milyen zseniális rajtokat mutatott be Alonso az elmúlt évtizedben. Gondoljunk csak vissza a hazai közönsége előtti spanyol nagydíj rajtjára, amikor a két Red Bullt megelőzve átvette a vezetést hátrébről rajtolva. Gondoljunk olyan rajtokra, amikor a McLaren Hondával tök hátulra jött, akár Monakóban is sorra nyerte a pozíciókat. Óriási Alonso taktika, akár utcai pályán, akár épített pályán, gondolok itt Szingapúr 1-es kanyarra, Monakó 2-es kanyarra,
aztán például Spanyolország 3-as kanyarba, amikor mindenki az ideális íven próbál a belső oldalának a pályához tapadni, mert ott teljesítik ugye a legrövidebb utat az autók, az a legtisztább ív, az az ideális ív, és Alonso a rajtoknál rendszerint működésre tudta bírni azt a stratégiát, hogy ő kimegy a porba, és a poron, a koszon nagyobb tempót visz át, mint a körülötte lévő versenyzők, és kívülről, amit senki nem vár pozíciókat nyer a rajtnál, akár 2-t, 3-at, 4-et, mivel üres előtte a levegő, nem érzi a turbulenciát, ezért nem veszt aerodinamikai leszorító erőt, de hiába mondhatjuk azt, hogy erre miért nem gondolnak mások, úgy nagyobbként mégis a tapadás, könnyűek így ezek az előzések, de a poros huplin vinni, és mindenre odafigyelni, és gyakorlatilag konzisztensen ezeket a rajtokat többszörös világbajnokokkal és nagyon tapasztalt versenyzőkkel beltetni, erre is szinte csak Alonso volt képes, és amúgy az elmúlt 2 évben Sainz próbálta átvenni ezen Alonso tulajdonságokat, és úgy tűnik, hogy ki is fizetődik neki, mert hát a Ferrari igazolt versenyzője lett mégiscsak, de ezek sokkal nehezebbek, mint aminek látszik. Mondom ezt úgy, hogy érzem, hogy már szimulátoron is nehéz lenne, nemhogy a valóságban, ahol ha valaki elfékezi, füsttől minden alig látsz ki, ráz az autó, ott vannak a G-erők, az óriási nyomás, nincsen restartgomb, mégiscsak az életeddel játszol, és újra és újra és újra, aki ezeket a teljesítményeket bemutatja, azt tényleg nem csak világklasszisnak hívhatjuk, hanem feltehetjük azt a kérdést, hogy nem ő-e a legjobb. Ott van például a 2012-es Valencia futam, ott is mit művelt az 1-es kanyarban, ami igazából a 2-es kanyar a külső íven, mindenki védte a belsívet, mert bármilyen más támadó ellen az működni fog, de Fernando Alonsónak egyáltalán nem volt kedve ehhez. Nagyon magabiztos volt a féktávokon Fernando Alonso. Mikor láttunk tőle olyat, mint amit például láttunk Hamiltontól többször Bakuban, hogy elfékezgeti, kimegy a bukótérben, akár versenyhelyzetekben. Mikor láttunk olyat, mint amit például Vettel csinál, hogy egy manővernél túl mélyen bemegy, és simán aláfordulnak, blokkolja a kereket. Vele is például Bakuban történt ilyen, de Kimi mögött Hockenheimben 2017-ben és rengetegszer állóra fékezte az autóját idegességében. Meg úgy azt látjuk a legtöbb versenyzőtől, hogy igen, top csapatokkal lehet, hogy képesek arra a nyers teljesítményre, arra a nyers tempóra, amire Fernando Alonso, de Fernando Alonso még egy gogyi csapattal is, több világbajnoki cím után és több 100 millió dolláros bankszámlával is képes ugyanúgy küzdeni, mintha az a világbajnoki címért menne. Én Vettel rajongóként nem mondom azt, hogy Vettel például a Red Bull érában nyers tempóban lassabb, mint Alonso. Én úgy gondolom, hogy Vettel egy ugyanolyan csapatban is nyers tempóból, ha az a csapat egy ilyen csapat le tudná győzni Fernando Alonsót, mert én neki szurkolok, egy nagyon gyors pilótának tartom őt, és azokkal az autókkal, azzal a technikával ő egy nagyon-nagyon magabiztos versenyző volt. De azt azért jól látjuk, hogy ahogy Hamilton hátrébb kerül, egyből elkezdődik a sírás. Ahogy Vettel hátrébb kerül, egyből teljesen szétesik fejben, és nincs is kedve harcolnia, mert 4 bajnoki cím mellett minek harcolna a 3., 4., 5., 6. helyért, őt kizárólag az első hely érdekli. Miközben Fernando Alonso, amikor a McLaren Honda gyakorlatilag egy GP2-es teljesítményt mutat, és mindenkinél 15-20 km/h lassabbak az egyenesben, ami hidd el, nagyon-nagyon frusztráló már a szimulátorban is, szerintem szétvertem volna ezt a kormányt, ha ilyen velem sokszor előfordulna, ugyanúgy küzd, ahogy már mondtam, mintha az a bajnoki címért menne. És az elmúlt néhány évben az F1 TV például egy óriási feature volt szerintem az F1 részéről, én egyből előfizettem, néztem pilóta onboardokat, és elképesztő, hogy ahogy Alonso megy, amilyen magabiztos a féktávokon, ahogy nem csúszik le egy csúcspontról sem, ahogy gyakorlatilag, mintha egy gép lenne bármilyen sérült autóval, bármilyen technikával, ő ugyanazokat az ideális íveket húzza, amit egy AI nem tudna jobban húzni. És ott van például a 2017-es Baku verseny, vagy lehet, hogy 18-ban volt. A rajtnál 3 kereke defektes volt, egyenesen nem tudott menni az autó, több fallal is ütközött, mire visszaért egy teljes körön át egy boxba, mivel ott is nyerte szépen a rajtnál a pozíciókat, de nem igen helyezkedtek jól körülötte. Minden más versenyző végig vonult volna, gyakorlatilag veszélyes volt azzal az autóval közlekedni, behozta az autót a boxba, kihasználta a verseny minden egyes kiskapuját, és pontot szerzett, 8. vagy 7. lett azzal a McLarennel, úgyhogy padlólemezének a fele nem volt ott, a felfüggesztés tökre át volt már állítva, és
és gyakorlatilag semmi nem késztette volna őt egy normális világban arra, hogy versenyezzen, de ő versenyzett. Aztán jelentkezett a WEG-be, megnyerte ott is, Le Mans-t is megnyerte, és igaz, a Toyotának nincs annyira ellenfele, mégis azért látszik, hogy mennyire szenvedélyes a motorsport iránt, és mennyire mindent megpróbál, hogy bebizonyítja, hogy ő a leggyorsabb pilóta, és ez a célja nagyon sok pilótának, csak nem tesznek érte ennyit, hogy ilyen sorozatokba is regisztrál, és sikeresen teljesít egyből. Aztán ott volt a Dakaron, gyakorlatilag tapasztalatlan versenyzőként egy off-road kategóriában, ami higgyétek el, teljesen máshogy működik, mint a formula autók, vagy a nagyobb leszorító erővel rendelkező autók világa. Szintén nem teljesített rosszul. Aztán egy hete elkezdett szimulátorozni, és 19. helyről nyert szimulátorversenyt. Annyira megmutatja, hogy mennyire sokrétű tehetsége van, és minden, ami motorsport, ő abba a maximális munkát belefekteti, annak ellenére, hogy rengeteg pénze van, és már eltölthetné a szabad idejét a jakton a családjával. De nem teszi, hanem nyomja, és ezeket nagyon szeretem. Amúgy Kimi is ilyen, még ha neki közel sem annyira jó most már így a késői éveiben a teljesítménye, mint például a Fernando Alonso-nak volt, rengeteg pénze van, már bármit megtehetne, és még 40 évesen is a Forma 1-be versenyez, azért, mert bármennyire nem kommunikálja, ő ezért a sportért él, és ezt nagyon szereti. És én ezeket az embereket nagyon tisztelem, mindig is tisztelni fogom, és ez lett volna az a videó, amiben elmondom, hogy miért értem meg azokat az embereket, akik azt hiszik, hogy Alonso a világ legjobb Forma 1-es versenyzője, és talán a világ legjobb versenyzője, miért értem meg a szurkolóit, és miért gondolom én is ezt egy picit. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el rányomni a like-ra, amivel szeretnék ilyen videókat csinálni, tökre élveztem ennek is az elkészítését, írjátok meg kommentbe, hogy ti kinek és miért szurkoltok, és találkozunk a következő epizódban, én Dani voltam, sziasztok!